Köszöntök mindenkit sok szeretettel itt a Kertész Imre Intézetben és az online térben egyaránt, hiszen a Kertész Imre Intézet Facebook oldalán is tudnak bennünket élőben követni a következő egy órában, és az a megtiszteltetésért, hogy én beszélgethetek és én kérdezhetem Koltai Lajost, a nemzet művészét, Kossuth és Balázs Béla díjas operatőrt, rendezőt, érdemes művészt, és egyben a mesteremet, szóval én innentől kezdve tanár úrnak fogom hívni, hiszen a Filmművészeti Egyetemen a filmrendező művész mesterképzésen ő az én tanárom, a mesterem, úgyhogy köszöntöm tanár urat sok szeretettel itt a Kertész Imre Intézetben. Hát minden túlzás nélkül tanár úr egy élő legenda, és hogyha a sorstalanság kerül szóba Kertész Imre regénye, akkor valahogy mindig egészen máshogy csillog a tanár úr szeme. Én ezt észrevettem már órákon is, amikor mesélt róla. Ez miért van így? Mit jelent önnek a sorstalanság, hogyha ezt a szót meghallja? Tudják, szemben soha nem arra készül, ami lesz vele. Hogy mindig mondták az egész világon, mint végigjártam az egész világot, és tényleg remek helyeken dolgoztam, remek színészekkel és remek alkotókkal egyébként is körülötte. Mindig kérdezték, valahogy mindig volt egy pont, amikor mondták, hogy kíváncsiak lennénk egy filmre, amit te rended. Na most ez úgy jól esik az embernek, ott mindig, hogy ilyen kedvesek vele, és az ember egy kicsit kacsingat is erre a dologra, hogy hát persze jó lenne ezt kipróbálni, csak melyik az az anyag? És akkor úgy alakult az életem, de ez is teljesen véletlen volt, hogy valakit vittem egy stúdióba magammal bemutatni, ahol éppen foglalkoztak a sorstalanság című regénnyel, és mondták, hogy már borzasztó jó lenne, hogyha én, hát ezt én elolvasnám esetleg. De eszük abban nem jutott akkor még, hogy én rendezem a filmet, hanem csak, hogy esetleg én lennék az operatőr, hogy ez milyen jó lenne, és akkor ez egy veretes dolog lehetne, és mint... Na mit tesz Isten, akkor készültem a Maléna című filmre, a Giuseppe Tornatore-val, amit sok helyen föl Szicíliában forgattuk, meg Marokkóba. Azért mentünk Marokkóba, mert hideg lett Szicíliában, túl késő volt már, és a producerünk azt mondta, hogy menjünk le, neki vannak ott barátai Marokkóban, ott fantasztikus csapat van, filmes csapat, és meg tudnánk ott csinálni, akkor ott már mutatták a Tornatore-nak, ott van egy ilyen part szakasz, hogy ott majd fölépítjük végül, és ott lesznek ezek a szicíliai házak, meg hát ott van már minden, és hogy akkor oda mehetünk, mert hogy a gyerek, éppen az időszakban voltunk, hogy a gyerek, aki állandóan koslat a Maléna után, és állandóan meglesi valahol, ugye rövid nadrágos szerep, rövid ujjú, rövid nadrágos szerep, és kezdett hideg lenni a Szicíliában, és mondták, hogy oda kéne menni, mert ott meleg van minden. Na hát az a vicc, most azért mondom csak, mert minden egy helyre tartozik, hogy az lett belőle, hogy lementünk a tengerpartra, először is a Tornatore-nak semmi nem tetszett, ami ott volt, és mikor így állt ott, akkor mondta, hogy ez hogy fogunk itt forgatni Szicíliát? Hát ez olyan, mint ez marokkói ház. Hát itt voltunk vele, tehát mondtad, hogy ez nagy. Hát nem, hát nézd meg, hogy néz ez ki, hogy az, és akkor semmi nem tetszett. Most teljesen tönkre mentek, de muszáj volt már odaveli forgatni. És az lett belőle, hogy minden marokkói ház elé építettünk egy szicíliai házat. Aztán fölépítettük a Maléna házát, ami valóban ott volt, eltervezve. Viszont olyan szél volt a tengerpart, közvetlen a tengerparton voltunk, olyan szél volt, hogy esküszöm, hogy a nagy kabátot, a téli kabátot nem tudtuk levenni, olyan hideg volt reggel, például úgy kezdtük. Aztán, hogy melegedett, akkor levettem a kabátot, aztán a pulóvert, aztán lementünk az ingig, de kettőkor délután már kezdtük visszavenni a pulóvert, háromkor már a kabát, és úgyhogy így ment végig az egész, hogy szó nem volt, a szegény gyerek ugyanúgy fázott, de mindegy, hát oda mentünk, mert ez volt akkor kitalálva, hogy oda kell menni. De velem volt a sorstalanság. És emlékszem, és ezt mindig visszesen mondom, mert sokszor nyilatkoztam erről, de hát mondom itt is, most új helyen vagyok, hogy állna vitte magamba a toalettre is természetesen, és ha csak 5 oldalt tudtam olvasni, akkor ott még azt elolvastam, leraktam a kövér, és akkor ha visszajöttem, akkor folytattam, de azt tudtam, hogy valami nagyon nagy találkozás előtt vagyok. Hogy itt most valami nagy dolog történik vele, mert hogy ilyen irodalommal én még az életem nem találkoztam, és hogy nincs is ilyen, azt is tudjuk ma már, ezt egyedül az Imre tudta.
És iszonyatosan tetszett nekem ezek a faramucisága, az állandó visszakérdezés önmagától, hogy hol vagyunk, hogy vagyunk, hol vagyunk éppen, hol tartunk a dologba, hogy igaz-e az, amit az előbb mondtam, és ennek a visszakérdezés. Állandó egy nagyon furcsa fajta fogalmazás, ami tényleg nincs a magyar irodalomban, nincs több ilyen fajta. Iszonyatosan tetszett az egész, a történet, a bonyolítás. És kezdtem olyan közel kerülni hozzá, azt mondtam, hogy hogyha én ezt közöm legyen, ha közöm lenne, akkor én ezt legszívesebben rendezném, de hát senki nem mondta, hogy én rendezzem a film. Amikor visszajöttem onnan, és áradoztam Radnóti Zsuzsának, biztos tudják a nevét, 40 évig volt a Vígszínház fődramaturgiai Örkény István özvegye, meg az a furcsaság van, hogy akivel együtt él most már 30 éve, az az én segédoperatőröm volt 26 évig, és az élet így dolgozik, hogy Zsuzsa azt mondta, hogy de tényleg ilyen lelkes vagy ezért? Mondtam, hogy én nagyon lelkes vagyok. Hát, hogy az Imre is hall róla, és az Imre is nagyon szeretne veled találkozni. A Zsuzsa csinált egy vacsorát, csak azért egy olyan este volt, hogy csak azért volt a vacsora, hogy mi ketten találkozzunk végre egyszer élőbe. Még a Szabó is, István is ott volt ezen a vacsorán, nagyon sokan voltunk, nagyon érdekes kis este volt. Az Imre nagyon szeretett enni egyébként, nagyon szeretett jókat enni. Én meg hoztam a borokat hozzá, és megjelent az Imre, életünkben nem láttuk egymást addig. Egyrészt is volt egy nagy öröm, hogy most végre személyesen, és bele lehet nézni a szemedbe, és akkor lerakott ide az asztalra egy könyvet, amire az volt írva, hogy Sorstalanság forgatókönyv, írta Spíró György Kertész Imre társaságában. Na most ez nagyon jó pofa volt, azt mondta, hogy hát ezt olvasd el, mert ez az a könyv, ami a pillanatban van, hogy a Spíró végül is azt mondta, hogy akkor ő megírja, csak annyira félt az anyagtól, az anyag nagyságától és különösségétől, hogy azt mondta, hogy ezt nem tudom, csak akkor, hogyha ott állsz mögöttem. Szóval azért született ez a mondat, hogy a társaságában írta. És egy közös képet is láthatunk tanár úrról, Kertész Imréről, hiszen egy barátság is kialakult. Ez már a forgatáson van, ez amikor a Sorstalanság díszlete megalakul, mikor már felépítettük azt a lakást, amiben a történet indul, ahonnan elviszik az apát munkaszolgálatra, a regény legeleje, és akkor kijött az Imre megnézni. Nagyon keveset jött ki megnézni bármit is a filmből. Erről majd külön mesélek, vagy lehet, hogy most, de itt kijött, akkor is megnézte, ez díszlet volt, a mafilmben volt fölépítve műteremben. Ez a lakás, a kiinduló lakás. És olyan furcsa volt, és mindig mondta, hogy hát nem ilyen, nem ilyen volt a lakás, hogy azért, hát bár lett volna ilyen lakásuk, mondta, olyan nagyon szépre csináltuk, meg nagyon különösre. Ennél szerényebben éltek, mondta, de nagyon tetszik neki. És általában ez volt mindennel, hogy nem pont olyan, mint volt, de az, ami van, az nagyon jó. Az úgy jó, hogy van. De teljes mértékben megbízott a tanár úrban. Ez egy elképesztően nagy bizalom tényleg, hogy a forgatásokat sem látogatta. És tanár úrra mondta azt, mert azért sok mindenki kezébe oda került a forgatókönyv, de senki nem értette igazán azt, amit ő megírt. Legalábbis ezt nyilatkozta korábban. Ja, mindjárt viszont... ezt mondom, az első találkozást, arra vagy kíváncsi. Igen, hogy rögtön azt mondta, hogy ön érti, hogy... Ja, igen, az történt, érteni. Hogy azután, hogy kaptam ezt a könyvet, azt én elolvastam, és ő fölhívott, és azt mondta, hogy te... Hát, amit én odaadtam neked, az nem jó. Hát mondom, ezt adtad ide, hogy ezt szeressem meg. Igen, de azt mondja, egy csomó dolog nincs meg benne, hogy egy csomó dolog nincs végvíve érzelmileg. Nem jelennek meg a dolgok, hogy ezt le kell vezetni, amikor van ez a nap, például az a bizonyos nap, hogy a papa elmegy, és a gyerek egész nap tudja, hogy azon dolgozik, hogy ő el tudja sírni magát legalább egyszer. És azt mondja, azon dolgozott, hogy fogja elérni legalább estére valahogy, amikor majd az apja megöleli, hogy kijöjjön egy könycsepp, hogy ez a munka volt. És hogy ez nincs megírva. Azt mondja, hogy nincs leírva a folyamat, ami benne végigment, hogy ez egy nagyon nehéz érzelmi folyamat. Amikor látja az ember a családot maga körül, mindenki elmondja kötelességszerűen a magáét, amit képvisel a családon belül, mindenki úgy viselkedik, mindenki okoskodik, olyan családtag is van, aki okoskodik, és tudja, hogy mi lesz a jövő, meg hogy lesz a háború, meg mindent tudnak előre, meg mi van a táborokban. És akkor ő meg egész nap azon küszködik, hogy a fenébe fogja kigyötörni estére azt az egy könycseppet valahogy. És akkor azt mondta az Imre, hogy te ez nekem,
ez nem jó, és akkor, hogy tudnánk-e találkozni, és akkor találkoztunk náluk, és én elkezdtem mondani, mert ugye ez a kötelesség ilyenkor, elkezdtem mondani magamét, hogy mit gondolok erről. És akkor azt mondta, hogy na végre valaki érte, amit írtam. És akkor azt mondta, hogy kérdezett tőled egy nagyon fontosat, és az egyik legfontosabb kérdést tette föl az egész filmmel kapcsolatban, hogy mit fogsz csinálni a linearitással. Ugyanis ez egy leépülés történet, egy megsemmisülés története, ami itt kezdődik, és itt van vége. És nincs mellékutca. Nem lehet sehova elmenni. Márpedig az összes film azon dolgozik, hogy lehet beletévenni bizonyos mellékutcákba, és onnan visszakeveredni újra a történetet, és az adja az izgalmat. Hogy fogod ezt megoldani? És mondtam, hogy engem egyáltalán nem érdekel, pont azt tetszik, hogy lineáris, mert nem lehet más. Hogy megpróbálok azt csinálni, azt az az ötletem, hogy belebülök a fiúba, megpróbálom, nem tudok más csinálni. A fiúba belülbújni, és a belülből kilátni annyira, amennyire ő ki akar látni magából, és ő, amit meg akar érteni ebből a világban, egyfolytában a megértésen dolgozik az egész regény és a film, hogy mindenáron meg akarta érteni azt, ami körülötte van. És sokszor még úgy, hogy hát jó hiszeműen akart, meg akarta érteni, hogy az, aki üt, mondta, mert ugye édáig ment el, akkor biztos annak az a dolga, hogy üssön, de akkor annak biztos nagyon jól kell ütnie, mert különben nem bíznák meg ezzel a feladat. Most ezt így végigvinni, ezt a folyamatot a megértésben, hogy ez a gyerek nem tudott másra támaszkodni, addig tudott mindig tovább lépni, ameddig megértette a lehetetlenséget. A megérthetetlent egyébként. És akkor, akkor belekeveredtünk egy beszélgetésbe, és akkor mondtam ezt, és mondtam, és mondtam, akkor nézett rám, és azt mondta, jó, ezt a filmet neked kell rendezni. Szóval végül is ő döntött, ez a válaszom, a Kertész Imre döntött a sorsomról, az enyémről is, mert hogy abban a pillanatban eldőlt, hogy igen, és oda ment a telefonhoz, nem vicc. Felment a telefont, és szólt a produkciónak, akik már úgy voltak valamennyire, még nem igazán volt mögöttük semmi, de a produkció létezett, és azt mondta, hogy döntöttem, Koltai Lajos rendezi a filmet. És Koltai Lajos pedig ebbe a filmbe is beletette a szeretetet, amire nagyon jellemző, meg ő mindig erről beszél, hogy mennyire jelentős az életében, meg mennyire fontos, ugye, hogy mindenben megjeleníteni a szeretetet, és egy ilyen tragikus sorsban, egy ilyen elképesztő életútban, történetben is meg tudott jelenni a szeretet. Hát semmi, én ennélkül nem tudok gondolkodni egy percet se az életemben. Mindig mindenben a szeretet vezetett, a szeretet oldott meg helyzeteket, szeretetet sugallom, és mondom, hogy ha nem tudnék arról beszélni, akkor nem is nagyon lenne érdemes nekem hangosan beszélni. Pedig a filmesség az már egy hangosság bizonyos értelemben. Ha az ember elkezd filmet csinálni, akkor azt kibeszéli a világban, és a világban elhangzik egy-két szó, az már egy elég hangos beszéd. És a hangos beszédben én mindig és mindenkor szeretetről beszélek. Mindig mondtam, hogy szeretett mániás vagyok, mit csinálják? Így nőttem fel, egy olyan családban nőttem fel, ahol körülvett a szeretet, és éppen a napokban beszéltem, csak azért mondom, itt olyan jó a környezet, ahogy körülnézek, hogy el tudják képzelni azt az estét, hogy a szeretetről mondom, hogy én óbudai srác vagyok, Óbudán nőttem fel, anyámat Hufnagel Valériának, most írtuk le a nevét éppen, mert meg kellett írni egy papírra. Anyám az a Hufnagel lány, ami volt a Hufnagel Pisti is, de nem róla van a vicc. Volt a Pisti, volt a családban, három lány volt, nagyon szép három lány és egy fiú. És ez a család úgy nőtt föl, hogy a legnagyobb szeretetben otthon is, nem tudom, hogy emlékeznek még itt, biztos van olyan, aki emlékszik, hogy színházat hallgatni rádión, este, ágyban. Hát az maga a szeretet. Hogy ahogy hallgattunk, mindenki elment az ágyába, betakarodott, és csöndbe hallgattuk, és akkor volt ez, aki bemondta a háttérből, hogy és most bejött a színpadra, és most leült az azt, és akkor iszonyú izgalom volt otthon. De csoda volt. És bizsergett a szeretet a levegőbe, attól csak, hogy együtt hallgatunk még valami nagyon, és hát azért ilyen Súlyog Mária, Bulla Elma, ilyen színvonalú dolgok voltak, hogy elképesztő alakítások voltak, a rádión is átjött, de egy hétvégét, amikor a fürdés hétvégéját, nem tudom, én azért mondom, hogy ezt át kell élni, amikor egymás után fürdött a család, mert nem volt csak ilyen hengerbe melegített víz, ugye egy, na akkor látom, hogy túl sokan értik ezt, hogy mit miről beszél. Hogy erről van szó, hogy az olyan melegség, az egy olyan melegségnek az átadása egymásnak, vagy egymás kézfogása, ezt nem lehet elmondani. És ez bennem marad. Akárki, én így nőttem föl, és az anyám is otthon vart 70 évig azért, hogy megéljünk, mert
olyanokkal éltünk együtt, a nagyszüleink, nyugdíj nélküli nagyszülőkkel éltünk együtt, apám egy fizetével, nem lehetett. És mégis mindig volt valami az asztalon, mindig tiszta volt mindenem, anyám mindent megvart, anyám átalakította a nővérem kabátját nekem, és az volt a téli kabátom, de az tip-top kabát volt, meg nem mondta volna senki. Ezt a szeretetet nem lehet elfelejteni. És akkor mindig ugyanígy gondolkodom az emberről, és szerintem ez nagyon kifizetődő, megmondjam. Én nagyon szeretek szeretettel gondolni az emberi arcról, ami szerethető arc. Rájuk például a tanítványaimról, már most szeretem őket. Tehát tényleg már fél évünk van csak együtt, de már olyan filmeket sikerült csinálnunk együtt, ahol még csurog a szeretettől mindegyik. Tanár úr, és ez a szeretet, illetve az erről való gondolkodás is egy közös kapocs lehetett ön és Kertész Imre között, hiszen egy barátság is kialakult a munkakapcsolat mellett. Érdekes módon, hogy erre így nem tudni, hogy az Imre és köztem mindenképpen volt egy barátság és megértés, a Magdával is, az előbb láttam itt a képét a falon vala, és úgy örültem, a Magda nagyon szeretett, és Magda kitüntetően sokkal a film után is még leveleket írt nekem, hogy Lajoskám, ma este megnéztem a filmet valahol éppen, és hogy csorog a szívem, hogy ilyen gyönyörűséget csinált, és ezt nekünk adta ajándékba. De a Imrével kötött ez a szeretet, az biztos, mert sokáig azt mondta, és ez is nagyon ritka dolog, hogy nagyon ritka az íróknál, vagy irodalmároknál, hogy valaki felfedezi, hogy mi a különbség a film és az irodalom között. Ugyanis általában nem fogadják el, és nem értik, hogy az irodalom az nem olyan a film, az egy teljesen más beszélt nyelv, amikor már forgatókönyv formájában van, hiába a regényből táplálkozik, az egy másik, és mindig azt mondta, hogy soha nem fogom rajtad számon kérni a regényt. Mert nem lehet, és ezt ő tudta. Nagyon kevesen tudják egyébként. És szeretett, mert mindig odaadott mindent, és mikor mondtam neki először, írta 10 oldalanként, ő kezdte megírni, azért, mert nem tetszett neki az a verzió. 10 oldalanként küldte nekem, hogy mit szólsz hozzá. Mert ő soha nem írt forgatókönyvet az életé. És akkor megírta, jött a 10 oldal, és én mondtam neki, fölírtam, és mondtam, hogy jó. És hát ahhoz soha nem gondoltam, hogy ehhez bármiféle jogom lenne, hogy én mondatot változtassak, meg eszembe nem jutna, amit leírt. És akkor mondtam, hogy van ott valami, meg kell tőled az a mondat, hogy kell, és azt mondta, hogy egyet mondjál meg. Ez jobb a filmnek vagy? És mondtam, ez jobb a film, akkor csináld. Soha nem kért rajtam számon semmit, csak az volt az érdeke, és ezt a szeretet vezényelte nyilván, hogy csak a legjobb legyen. Csak olyan legyen, ami a filmnek jó. És az is egy remek példa erre, amit a tanár úr mond, hogy ennyire tényleg 100%-ig megbízott önben, hogy egy olyan jelenet is látható a filmben, amivel nem találkozhattunk a regényben. Most ez következik, ez a részlet, megmutatjuk önöknek. A tant. Sprich dir jemand Deutsch? Figyelem! A Herr Kápó azt kérdezi, hogy nincsen köztünk előadó művész, vagy kultúrcsoport, vagy valami ilyesmi, akik elszórakoztatnák az embereket, amíg ők összeállítják a transportot. Golmanék! Nézem a zágon, holdvilágos éjszakán. Holdvilágos éjszakán, miről álmodik a lány? Hogy jön egy királyfitán, hófehér baripán. Ez az álom oly mesés, hogy jön tévedés, és mégis még kicsi fellegek úsznak az égbe remény. Míg őket nézni lehet, örök életű lesz a remény, meg a regény holdvilágos éjszakán,
Tanár úr közben azt súgta nekem, hogy ez a fontos. Igen, ez a fontos, a vége. A vége a fontos, és az, hogy még egyszer van olyan lehetősége nekik egyáltalán mutatni valamit, még egyszer az életükből. Valakinek egy kis produkciója van, és a másikat szórakoztatni tudja, az mindig egy óriási ajándék. Ezt hívják, hát az angol szó a jó erre, sajnos a giving, nem tudom, és adni valakinek. Ezt már fogok mondani történet, nem ebből a filmből, de hogy milyen elképesztő dolog adni valakinek egyszer. És ő most adnak, lehet, hogy utoljára az életükbe, de adnak a többieknek, attól, hogy ők képesek erre. A vége a fontos, mert megjelenik a végén ez a fiú, aki ugyanúgy átéli, és úgy érzi, mintha vele jönne, hogy ahogy a szöveggel próbálnak élni, hogy hát, ha egyszer még szép lesz ez a világ. Ez a Citron Bandi, aki megjelenik a végén, aki Dimény Áron játszott, és nagyon, egy nagyon szerethető ember, ő egy erdélyi fiú. És a Dimény azért jó, hogy az rajta fejeződik be, mert ő lesz az úgynevezett regarding angel, tudják, az angyal, aki kíséri az őrangyal. Emberi. Az őrangyal, igen. Őrangyal. Ő az őrangyal, aki kíséri. Mindenkinek van, tudjuk, ezt most már nagyon tudjuk, én tudom, hogy van, aki kísér minket, de hogy neki is megvolt, és ez az ember lett, aki átsegítette azon, hogy a táborban egyáltalán lenni. És ez olyan jó volt, csak azért teszem, mert elmentem az Imréhez, mert kezdtem összegyűjt, egy évig csináltam ezt a castingot, minden kiválasztani ők egyenként, egy évig egyedül, nem volt casting direktor sem. És megtaláltuk a Diményt, és oda vittem először, és oda vittem a fiút az Imréhez, ugye megmutatni egyáltalán, és ez egyáltalán nem úgy nézett ki, hogy az Imre kinézett gyerekkorában, és mindig azt mondta, Magda, jöjjön ide, ez a feleség, ez az a fontos. Magda, nézze meg ezt az arcot. Hát ez egyáltalán nem ilyen volt, de ez gyönyörű. És ez a fiút is így fogadta el, ezzel a nagy hajával, na minden mondom tovább, amit gondolok, és akkor jött a Citron Bandi, ő, akit az előbb láttunk, és azt mondta, Citron Bandi, Lajoskám, egyáltalán nem így nézett ki. De ez zseniális. Hát ez nagyon jó, ezt kell fogadni. Úgyhogy ebben is a szeretet, amit kérdeztél. Szóval ugyanaz a szeretet volt, hogy rögtön a Magda aláírásával is megszülettek a szerepek, és ezek a gyönyörű arcok, mert mindegyik gyönyörű arc. A fiúnál meg az volt, hogy teljesen véletlenül kiválasztottam egy nagy kupacból. Igen, nagy Marceltőt láthatjuk itt a háttérben. Kiválasztottam, teljesen véletlenül 3000 gyerek volt egy nagyon rossz pálucai fiúk volt, éppen Magyarországon az olaszok csinálták, rettenetesen rossz filmet belőle, és abban viszont annyi gyereket próbáltak, hogy én tudtam válogatni, és a Marci velem volt, már nem tudom mióta, otthon voltak már a kazette, már nem tudtam nézni őket, és egyszer azt mondtam magamnak, hogy na most le kell ülni a tévére egyedül, és nézni. És leültem nézni, és jött a hármas száma volt a Marci. És megjelenik a Marci, és azt mondtam, hát ő az, hát ez az. Ő, most minden így születik az életben, csak úgy mondom, hangosan mondom, hogy ezek a nagy pillanatok így vannak, hogy váratlanul felismeri az ember, hogy megvan, és akkor nincs mese. Erre szoktam mondani, tanár úr, hogy ami ott a gyomorszáj környékén történik, egy ilyen belső hang ösztönösen, amikor ráérez, hogy na ő az, ő lesz a hordozó. Ez a másik, amit szokott mondani a színészekre, hogy akik életre keltik ugye azokat a karaktereket, és Kertész Imre mondta, hogy az ólombetűkből egyszer csak felálltak, és azt érezte a film forgatáson, illetve a film megtekintése után, hogy azok a karakterek az ólombetűkből felálltak, és elkezdtek felé sétálni. Hát amit a Barbara mond, ez nagyon fontos, hogy Imre ezt, hogy ki ez a fiú? Hogy sem tudunk semmit. Van egy könyv, ott fekszik, nyitva van az oldal, és ott fekszik valami. Ólombetűkbe fekszenek bizonyos mondatok, szavak, szereplők. Ki ez a fiú? És amíg föl nem áll az oldalból, így föl nem áll a papír tetej, és elkezd jönni felém, addig nincs meg. De ha megtörténik, attól kezdve ő az. És ebbe kell döntenek, hogy miért ilyen a fi? Hát azért, mert én így döntöttem. Barbara említette ezt a gyomorszáját, nagyon fontos, mindig tudom, hogy minden itt dől el, lent, itt a gyomor. Ezt én tudom. Ennek van egy különös fájdalma is. Néha a rossz is meg tud fájdolni, meg a jó is. A rossz az rosszabbul fáj. De hogy amikor a nagy felismerés van, az innen jön. Mindennek van egy irányultsága, annak is, hogy az ember hogy közelít emberekhez, szereplőkhöz, ahogy megtalálja őket, az egy irányultsága, ami belőlem jön.
és aztán ez a filmbe is megjelent később, hogy elkezdtem csinálni a filmet, és kiderült, hogy én balról jobbra gondolkodom. Nem tudtam, hogy minden mozgás, minden gépmozgás, hogy a kamera megy, az mindig balról jobbra megy. És megint balról jobbra megy, és csak teljesen ösztönösen oda megyek a helyszínre, azt mondom, hogy így megy a mozgás. Mitől? Azért, mert az én vagyok, és senki más. Ettől dől el, és így dől el az egyéniség. Mit mondom nekik mindig, hogy mi dönt belül, ez dönt belül, itt belül. Amikor én azt mondom, hogy egy szobának a másik sarkába megyek önzetlenül, mert tudom, hogy onnan jó. A másik meg a másik sarokba megy. És azt mondja, neki innen jó. És akkor kérdez, Szabóval most már 40 éve ugyanabban a sarokba megyünk lassan. Mindig. Mert tudjuk, hogy onnan jó. Egy nagyon szép példa van, csak azért mondom, mert annyira szép a példa nektek, talán mondtam, van a Holt Költők Társasága című film, amiben bejön a tanár, és mindent átír, ami addig volt, és kitépi az oldalakat a könyvből, és egyszer azt mondja az osztálynak, hogy na jöjjenek ki ide, a katedra, ahol a katedra, és álljanak fel az asztal tetejére, és nézzenek vissza oda, amit még soha innen nem láttak. Na ez a szemszög, úgy hívják, hogy POV, így hívják, a szemszög, ami eldönti, hogy az ember honnan nézi a világot, és hogyan. Ez az egyéniség. Ő onnan nézi, én innen nézem, ő meg onnan. És ettől lesz olyan a film, az meg olyan, és az én vagyok, senki más. Ez nagyon fontos, hogy most erről szó volt, és örülök, hogy szóba hoztad. Az Imre aztán nem is, tényleg nem jött ki, még folytatom azt, hogy nem nagyon jött. Egyszer elkészült a Cejci tábor, amiről tudják, hogy az egy sátortábor volt, ahol az Imre volt, ráadásul az ötös blokkban volt, az ötös sátorban. És elkészült, mi fölépítettük Buchenwald, gyakorlatilag fölépítettük a tábort elképesztő földmunkával. Egy valamikori orosz, meg belügyi lőtér volt kint a fenébe, Pilis Csaba. És a Imre kijött, és ott volt az ötös blokk, és elkezdett menni felé, és megállt az ajtó, és azt mondta, hogy ne haragudj, én ide nem tudok bemenni. Ez annyira, annyira tökéletes, ahogy megcsináltuk benne, mert benne álltak ezek a kójáknak évek, amin aludtak. Hogy az annyira pontosan így volt, hogy ő ide most nem menne be. Ez volt az egy szorongató dolog volt. Aztán találtunk valakit is, hogy milyen az élet. A laborba, a filmlaborba, ahol ugye naponta járunk és dolgozunk. És találtunk egy embert, én láttam, hogy rossz a lába, hogy falába van. Kiderült, hogy ő is Cejcből való, ugyanabban a sátorban volt, ahol az Imre, és soha nem találkoztak egymást, mint kölykök, gyerekek volt. És az is nagyon érdekes, és ezt is mindig be kellett kalkulálni, hogy más az emlékezet. Mindenki teljesen másképp emlékszik mindenre. A formákra is, a színekre is. És volt, hogy egy hét múlva fölévet, és azt mondta, hogy ne haragudj, hogy igaza volt az Imrének. Tényleg olyan volt. De csak egy hét múlva, addig ellenkezett, hogy nem. Annyira megosztott az emlékezet, ezt érdemes megtanulni. Fantasztikusan másképp emlékszik mindenki mindenre. És ettől azért nagy konfliktusok is születhet. De a helyszín kiválasztása mellett annak is nagyon nagy szerepe van egy forgatáson, hogy tényleg kellőképpen át tudjanak szellemülni a színművészek, hogy a tanár úr látásmódját vagy érzéseit átültesse, vagy elültesse, mint egy magot bennük tulajdonképpen a színészekben, és tanár úr legendás volt ezen a forgatáson is, hogy minden egyes statisztához odament, és elmondta, hogy most éppen mi történik, és miért van jelentős és fontos szerepe a döntésüknek, az ő karakterüknek éppen az adott jelenetben, hogyan tudta őket megfelelően, mentálisan, pszichésen egy olyan lelki állapotba hozni, amit aztán mi is láthattunk a filmben. Ez meggyőzősem, hogy nem csak és kizárólag a színészekre vonatkozik, ugyanis itt rengeteg jelenet játszódik a tömegben, ugyanis hát arról szólt minden, hogy tömegbe hajtották őket innen, oda, onnan, vissza, és rettenetes nehéz volt megtalálni az embernek a saját helyét, meg hogy hova megyünk. Ez az állandó kérdés, hogy hova megyünk, mi a végcél. És hát már a vonaton való utazás is egy ilyen meghatározó volt, hogy lehet egy ilyen összeverődni egy vonatban úgy, ahogy gyakorlatilag nem volt senkinek helye a másiktól, azon túl, hogy nem volt lehetőség leszállni róla, azt se tudták, hol vannak, és ez egy ilyen teljes bizonytalanságba megy minden, majd megérkezni oda, megérkezni a Buchenwaldi tábor elé, az egy rettenetes dolog volt,
és ez a bizonyos elosztás, hogy ki hova megy jobbra vagy balra, amin eldőlt az ember élete, azt nem lehetett másképp, hogy ez egy tömegben volt, mert minden, ami erről emlékünk van, van egy auschwitzi album, ami pontosan a magyar valamelyik német katona, a magyarokat lefényképezte végig, egy komplett album van róluk a magyarok érkezéséről. És onnan táplálkoztunk mi is, mert az mind magyar, aki azokon a képeken van, és megcsináltam, meg tudtam csinálni pontosan azt a képet, ahol a vonat bejön, és ahol megáll, és ahol a szelekció történt, így hívták, ahol leszálltak a vonatról. Azt muszáj volt, hangosan emlékszem, hogy a vonat tetejéről a létre, mindenkinek kiabálva mondtam, hogy mindenki, nem lehet úgy részt venni tömegbe, hogy ne legyen része, ne tudja, hogy miért van ott. Az a leglényegesebb, hogy mindenkinek meg kellett mondani, mint egyenként egy színésznek, hogy mi itt a dolga, és hogy mi következik, mit fognak vele csinálni, mi a tét, hogy mi fog ma eldőlni, és hát itt általában az élet volt a legnagyobb tétel. Úgyhogy igenis, a színészekkel is, de igenis a statisztákkal is, naponta egyenként mindenkinek ugyanis szerepe volt, vállalható, csak egy olyan ember, aki kiesik a sorból például, az egy nagy dolog, hogy csak vele történt aznap meg éppen, hogy ő nem bírt ott továbbállni. Ez egy rettenet. Így született az a kép, amit fogsz kérdezni. Most pont egy ilyen jelenethez érkeztünk, egy ilyen filmrészlethez, amit megmutatunk, ahol szintén nagyon sok statiszta látható, és tanár úr szívéhez nagyon közel áll ez a jelenet, ezt nekünk már elmondta, úgyhogy most ez következik. Hidegrázós. Tessék? Hidegrázós volt. Hát, ez elképesztő dolog. Ezt Imrével egyszer beszéltem, nem is egyszer, hogy a legszörnyűbb dolog, hogy mondtam, zseniáset mondott, azt mondta, hogy nem az a legszörnyűbb dolog, nem az, hogy az embert ütik, mert azt valahogy el lehet viselni, valahogy előbb-utóbb ki abba hagyják. A legszörnyűbb dolog az volt, hogy ott kellett lenni, és nem mások. Hogy a rád mért időt ott kellett eltölteni. Így szép a mondat egybe. A rád mért idő eltöltése, az pont ott volt, ilyen körülmények. Ez az appelen állás, ez az appel, ez a kocka, amin álltak naponta a rabok, és naponta itt volt a létszám olvasás. És hogyha itt valaki eltűnt véletlenül, azt meg kellett találni, és ha 5 óra múlva találták meg, vagy halott, vagy volt, vagy de sem mindegy, vagy élő, vagy haló, addig ott kellett állni, és addig semmit nem ad. Se inni, semmit, csak állni lehetett. Na most volt egy pont, és azért csináltam ezt meg, mert annyiszor beszéltünk róla, hogy volt egy pont, hogy nem lehetett tovább állni. Hogy ezt már nem lehetett bírni, és akkor elindul ez a furcsa hullámzás, hogy az emberek próbálnak még megállni, de már azt se tudják, hogy mi az, ami bennük még működik. Hogy mi az az idegrendszer, ami még dolgozik, mi az az izom még, amely kitüremkedik az emberből, és még abba segít, hogy meg tudjak ott állni valahogyan. De már csak a másiknak tudok támaszkodni, már csak elképesztő dolog volt. És akkor erről beszéltünk, tudom, azt mondom, meg fogom csinálni, meg meg kell fogalmazni. Nagyon furcsa, amit mondok, ez egy filmes szobor ebben a pillanatban. Hogy azt gondoltam, hogy meg kell formálni filmen azt, amit csak egy szoborban lehet, hogy örökre ott maradjon az emberekkel. Ez a lehetetlenség volt egyébként ott lenni. Ez volt a ne továbbja az ott létnek, az appelen való állás. És akkor megcsináltam, hogy most ez hozzá tartozik, úgyhogy muszáj mondom, hogy ide kellett egy bizonyos koreográfia,
amit úgy éreztem, hogy hát ez nagyon nehéz lesz, mert ezek civilek, és nem is lehetnek mások, és nem is szabad, hogy kiderüljön, hogy koreográfiának szerint dolgozunk. És a Ladányi Andreát, ezt a fantasztikus táncost láttam előtte egy filmben, teljesen véletlenül egy dobozba volt belezárva. És a dobozba próbált valamilyen módon fölvenni mindig más formát, próbálnak kiszabadulni, de gyakorlatilag a doboz az övé, a többi a szabadság az nem. És ilyen mondom, egy iszonyú küzdelem. És akkor mondtam az Andrának, hogy segíts, hogy elmondtam, hogy mit szeretnék, amit az előbb itt elmondtam, hogy van az emberi létnek egy olyan végső stádium, ahol már semmi nem igazán működik, és mégis még vagyunk valahogyan, hogy ez hogy van. És akkor azt mondta, hogy én eljövök, üljünk be, egy próbateremben voltunk egyébként, a Színház és Filmművészetén voltunk, a Rákóczi út tetején, és mondta, hogy én most elkezdek neked mutatni valamit, és te mindig mondd, hogy igen vagy nem. És majd az igenekből lesz egy koreográf, ami nem koreográf, hanem egy lehetséges mozgás. Ő is benne van, ott lehet látni őt, egyébként ott van benne, mint annyira férfi, és annyira csontváz a szegény, hogy nem derül ki, de ő van benne, aki a legjobban szenved. Csak azt mondta, hogy viszont kell hozzá egy zene. Én nem tudok neked mutatni, csak akkor, hogyha egy zenére csinál. És hozott egy Lisa Gerard nevű hölgyet, aki a Dead Can Dance együttesnek volt az énekesnő, aztán szóló énekesnő lett. Egy elképesztő hangú hölgy, és elkezdtük hallgatni, és mutattam, meg mondtam, hogy igen, igen, nem, nem, igen, és tényleg összeállt a dolog, és kezdtük megcsinálni. Na most mindjárt ugrom egy nagyot, mert ugye a Morricone bácsi, sikerült a Morricone-t felkérni erre a filmre, ami egy óriási dolog volt, és annak az volt a titka, hogy én csináltam vele két filmet, a Zongorista legendája az óceánon, és a Malénát, ezt a két filmet, és a Malénáért mind a ketten együtt voltunk jelölve Oscar-ért, együtt ültünk ott az Oscar-nál, és a mesternek, meg kellett mutatni, hogy ez, most ez nagy ugrás, de nem baj, ugye, mert ez ide, nagyon ide tartozik. Abszolút ide tartozik. Abszolút ide tartozik, és akartam róla beszélni, mert elképesztő volt a jelenléte. És miután ennyire voltunk együtt ebbe a két filmbe, az említett két filmbe, ő mondta, amikor mondtam, hogy fel akarom kérni, azt mondta, hogy hát persze, hát hogy neked, hát mi vagyunk a vizualitás szolgái, mi ketten, ugye a Tavolátor a filmekben, mi képviseljük a vizualitást, a képet, az erőt, a zenét, úgy együtt a képet, tulajdonképpen a filmképet. És akkor elmentem hozzá, muszáj elmondanom, ez egy annyira szép. Elmentem hozzá Rómába, ahol a Róma közepén van a Viktor Emánuel emlékmű, mindenki ismeri, amit az olaszok csak úgy hívnak, hogy a nagy írógép. Igen, az írógép, és az írógéptől jobbra van egy nagy épület, egy hatalmas nagy épület, a teteje gyakorlatilag annak a fele, ami óriási, az az övé volt. Úgyhogy mindenki az utcán gondolkodik, hogy megyünk, hogy hol van a maestro. Hát ott, mondták. Mindenki az utcán, hogy a maestro, hát ott lakik fel. És akkor fölmentünk, és várt már kint az előszobában, úgy volt, hogy a lift nyílt, hogy onnan nyílt már szinte a lakás, és ott állt, és hát nagyon örült, és bementünk, és elkezdtünk beszélni az Imréről, kertészről. És én azt hittem, végig azt vártam, hogy mikor megy már oda a zongora. Hogy mikor lesz az, amikor valamit mutat. De miért mutatna? Gondoltam, hogy közben engem kérdezett állandóan, hogy hogy van a kertész, mit sem, mert olvasta olaszul a regényt. Az egy jó fordítás volt az olasz, mert nagyon sok rossz fordítás volt. A német a legjobb, az olasz az szintén nagyon jó. Tehát jól olvasta a regényt, és nagyon hatott rá. És akkor mondta, hogy a regényt szereti a kertészt, hogy beszéljek még a kertészről, még a kert. És akkor beszéltem, szegény, egy fiú volt velem, aki magyar filmrendező volt, de sajnos már nem él. És mert ott tanult valamikor, ott nőtt fel Olaszországon, és nagyon szépen beszélt olaszul. A mester meg nem beszélt semmilyen nyelven, csak olaszul. Tehát kellett vinni valakit, és nagyon szépen is tudott vele beszélni, mert zenész is volt egy kicsit, és pontosan értette, hogy milyen nyelven kell vele beszélni. És akkor végigmentünk mindenen, akkor még mindig nem ment oda, és akkor mondjam, hogy ha az írnánk zenét, akkor milyen hangszer szólna? Hát én mondtam, hogy milyen hangszer szólna. Tehát érdekes. Érdekes, mi van, ha pont az ellenkezőjét csináljuk, mint a Lajos mond, hogy pont nem azt, amit, hanem, de nagyon, nagyon jókat, de még mindig nem volt az zongorán. És akkor átmondtam, hogy most hogy lesz ez, hogy mikor, hogy nem lesz, és volt a két egy gyönyörű lakás, elképesztő, ilyen faberakásos, hatalmas ajtók, és ott a két ablak között ott volt a zongora, de oda nem ment.
És akkor, amikor már mindent kereszt, akkor egyszer csak oda ment a zongorához, és a következő, muszáj, hogy megfogd a mikrofont addig. Azt a követke, csak azt mutatom, mert olyan gyönyörű volt. Így áll, mindenki látja, ugye? És azt mondta, hogy... Én nem csak ennyit hallani engem, hangos vagyok, de hogy nem tudom, hogy mit fogok játszani. És így ment le. Még most sem tudom, hogy mit fogok játszani. És már lent volt szinte a billentyűknél. És azt mondta, hogy még mindig nem tudom. Majd elkezdett játszani. És hát gyönyörű volt, ez az első is gyönyörű volt. És mondtuk, hogy hú, de nem mertünk megszólni se szinte hangosan. De mégis ő megcsinálta. És nézett így ránk, mikor befejezte, és mind a ketten mondtuk, hogy mester, ez gyönyörű volt. Igen. Jó, és akkor megint tovább is beszélgettünk, és megint a kertész, és akkor mondtuk, hogy elnézést, mester, nem kéne ezt leírni? Azt mondja, ja, hát jó, azt mondja le, és oda ment egy ajtóhoz, zsebében volt a kulcs, kulcssal kinyitotta. Szóval hát nem lehetett be, ez egy tökéletes titoktere. Kicsit beláttunk egy nagyon picikét, hogy dugik kottam, ez az volt az ő biroda. De bement, eltelt egy kis idő, mi próbáltunk továbbra is lesni, mit lehet látni a lukon. Majd visszajött, bezárta az ajtót, és azt mondta, na leírtam. Mondta, hogy most megvan. De most a legközelebbi találkozás, csak ugrom, olyan volt, hogy képet mutass, Lajos, képet. Na várjál, én is azt szeretnék látni, de nincs még meg a film. Hogy még nem tudok mutatni képet, és még végre eljutottunk odáig, hogy jó, hát most már tudjuk mutatni a mesternek, el kell menni hozzá róla megmutatni a filmet, és elkezdeni komolyan zenéről beszélni, de közben én ezt, amit kaptam a Ladányi Andreától, ezt állandóan ezt hallgattam, minden musztere, ahol néztük a nyersre, amit forgattunk, azt a bizonyos mozgás, jött a balról jobbra, a gyönyörű finom fártok. Mindig azt mondtam a képésznek, hogy a hármast és az ötöst, kettő volt rajta, két, hogy mindig az, akármi megy, az menjen, az a kettő, vagy az egyik, vagy a... És annyira szólt úgy, hogy tökéletesen volt anyaga a filmnek, amit énekeltem. De tökél. És mondtam, na most hogy fogok oda menni? Most mit fogsz mondani a mesternek? És akkor azt mondta, a Szabó is azt mondta, hogy hát ne hülyeskedj, hát lehet, hogy ez nehéz lesz, de hát végül is minőséget viszel, ez a nő minőség. De igen, de hát hogy most megmutatom neki, hogy én ezt a nő, erre vágtam a filmet később. Erre a zenére, és benne volt a vágott anyagban, ahogy ő énekel, arra volt ez a jelenet, amit az előbb láttunk. Arra volt. És nagyon működött, elképesztően működött, és akkor a mesterre mentünk ki, és 40 fok volt Róma, borzalmas meleg, nem tudtuk, hogy legyünk, lesült, minden le volt sötétítve, spaletta, vetítőt épített be közben a mester, tudtuk a falra vetíteni. És ült mellettem, nála egy csepp víz nem volt, mi ömlött rólunk a mindenkiről a víz, és nézd, és azt mondta, hogy hát ez gyönyörű, és mondta, hogy gyönyörű, és mondta, hogy mondjam meg nekem, a mester elnézést, de van itt két kazetta, két verzió, az egyiken rajta van, az, amit használtam, mert ilyenkor azt mondtam, hogy aha, szóval használtál valamit, aha, az biztos tetszett, és akkor majd olyat akarsz, hogy csináljak, amit azt csinál, de én olyat majd nem fogok ugye csinálni, de nem mondta, csak azt mondta, hogy azt akarom valami, ami rajta van. És akkor elindult, amikor először jött, akkor próbáltam mondani, hogy most jön, azt mondja, jó, és akkor jött, és ment, és sötét, és ment a film, és ment a zene, és ment. És akkor mondtam, na most van vége. Mondták, hogy lehet, hogy nagy hibát követtem el, nem lett volna szabad oda menni. És egyszer csak a sötétbe fölállt, és mondom, na most van vége. És elment a zongorához sötétbe. És úgy hangottuk, mindannyian úgy hallottuk, hogy lecsukta a fetejét. Hogy akkor most azt fogom mondani, hogy akkor eddig tartott a barátságunk, köszönjük szépen, végül is nagyon szép volt, és hogy viszont lát-e. És nem az történt, hanem leütötte a hangnemet, hogy hol énekel a nő. És akkor vége lett, sírt nagyon, azt mondta, hogy Lajos, ezt nem tudom neked, hogy megköszönni, hogy elképesztő a film, és hogy fantasztikus. Ja, hogy a vége, még jön a végén, még egyszer jön a nő a legvégén, bocsánat, elfettem oda. És a hangmérő, a producer is velünk volt, és az annyira megijedt, aki Amerikában jött, egy magyar fiú, régi barátom, és elkezdett négy kézláb kikúszni, hogy lehúzza a hangot. Azt mondja, hova mész? Mondja a Morricone. Azt mondja, hogy megyek, hogy le hangot. Dehogy, vedd le, hagyd, ahogy van.
És akkor végigment a vége, és akkor már tudod mit mondani, akkor ott zokogott, sírt, én nem mondta, hogy nagyon tetszik, és azt mondta, hogy na ide figyelj. Lajos, most éjjel fogok írni egy ilyen zenét, ami 10-szer jobb lesz, mint amit most hallott. És reggel találkozunk. Ez elképesztő volt, hogy az ember nem is úgy bementem, megint mentem fel a lift, már a liftnél elkapott, be a zongorához. És elkezdi. Most volt közben egy próba, azt nem mondtam el, amikor több zenét próbáltuk, akkor szelektálni, hogy egyáltalán milyen irányba menjünk, nagyon egyformán gondolkodtunk. És akkor írt egyet éjfélkor, és egyet reggel 5-kor. És játszott, és mondtam, hogy leszett az elsőt, és nézett, és mondtam, hogy nekem ez annyira nem. Azt mondja, nekem se. És akkor lejátszott a másikat, amit reggel 5-kor, az van a filmben, és azt a csoda meg, és akkor azt mondta, hogy na most akkor viszont jaj, olyan szépet mondod, bocsánat, azt mondtam, hogy ez csodálatos, hogy ez fantasztikus, ez, amit a mások, amit írtál, azt mondta nekem, hát megígértem, nem? Ez soha nem felejt. Hát megígért. És akkor elvitt gyorsan örömébe, hogy tetszett, elmentünk étterembe együtt az ő helyére, ahol nekem is kell fizetni, csak egy hónapba egyszer fizet, egy ilyen, imádják őt, a maestrót, mindenhol, és akkor azt mondta, hogy most egy dolgod van, meg kell szerezned ezt a nőt. Mert hogy neki kell énekelni majd, amit ő írt. Na most leküldték neki ezt a hölgy, kiderült, hogy ő közben elközölt Ausztráliába, lengyel férje van, 3 gyerek, és egy hegyekbe élnek valami. És sikerült egy olyan kapcsolatot talán, de valami olyan véletlenül azt is, hogy volt egy azon a lemezen, amiről vettük őt, azon volt egy dal a legvégén, ami nem ő énekel, hanem egy... És kiderült, hogy azt ismeri valaki, aki tudta, hogy hol... Szóval elképesztő volt az egész, és végén meglett úgy, ahogy gondoltuk, és megírt. És a nőnek elküldték interneten keresztül, aki olyan ideges lett, hogy a maestro neki dalt írt, hogy elrohant a saját stúdiójába, és azonnal fölénekelte, és ilyen műkíséretet rakott közé, egy ilyen elfogadható valami. Hát én már másnap hallgattam, saját autómban hallottam már, hogy ilyen kazettán, elképesztő volt az egész, hogy gyönyörű az egész. A maestro rögtön mondta, hogy nem, ez itt nem B, hanem H. Szóval mindegy, szóval volt egy kifogás, az kellett rögtön. De nagyon tetszett neki, és azt tudtuk. És akkor elindult, hogy végül is az lett, hogy Magyar Rádióba vesztük föl, hogy hajlandó eljön ide, hogy a Magyar Rádió zenekarát elfogadja, de hozza a szólistáit és a hangmérnöké. Most a hangmérnöké az egy világzseni volt. Én olyat még nem láttam, ahogy az dolgozott a pulton ott, hogy rakta össze. Jobban tudta, mint a maestro, hogy hol vannak a negyed meg fél hangok, amiket össze kell valahogy kotorni és összerakni. Ez a Pro Tour nevű őrületes, ez a most van, ez a, amivel mindent meg lehet csinálni. És hát valami csoda volt az egész, és ugye egy gyönyörű dolog történt, mert ült az egész zenekar, ezt a Bogányi úrnak is mondom ott hátul neki. Csak azért mondom, olyan szépet csinált a mester, bejött az egész zenekar át, és azt mondta, hogy a zenekar, hogy bocsánat, mester, de mi nem kaptunk kottát? Azt mondta, hát persze, hogy nem. Hát itt van a táskámban. Majd most fogom kiosztani maguknak, és ha fölteszem a kezem, akkor maguk azt fogják játszani, amit én szeretnék. Ez egy életre való mondat szerintem, ez csodálatos, mert valóban, hogy azt nem akarta, hogy ide küldésed, majd mindenki készül arra, a darabba, hogy majd ő majd jön. Nem, maguk azt fogják játszani, amit én szeretnék, és akkor azért nem adom, most fogom, hogy csak odaadni akarták. Nekem nagy tanulság volt legalább. Úgyhogy... És az, ahogy mesélt a maestróról, Morricone-ról, hogy rögtön ugye a zene nyelvén hallottam, tulajdonképpen, vagy látta így módon ugye maga előtt a történetet, és ő így fejezi ki. Pontosan így képzelem el Koltai tanár urat is, hogy amikor olvasta a regényt, már akkor víziói voltak, mert mindig ezt szoktam mondani, hogyha erősen lecsukja a szemét, erősen, akkor rögtön képekben lát mindent. Akkor rögtön látta azt a képi világot? Igen, azt akkor, a fény... akkor vagyok jó helyzetben, ha látom. Ilyen volt a Megáll az idő című film, meg a Mephisto, meg egyébek, hogy láttam előre, tudtam, hogy mi az, amit csinál, és akkor az nagyon segít, amikor rögtön van vízió, rögtön van, hogy mi a kép, akkor azt meg kell csinálni. Most valami az előre vonatkozik, és eszembe jutott közben, amíg így mondtam, hogy olyan szép volt, mert az Imre, és ugye ezért vagyunk az Imre, akkor Berlinben volt éppen, amikor csináltuk a zenefelvétel, már megvoltak a zené, de az Imre nem hallott semmit.
és fölrohantam hozzá, egy tetőtéri lakásban laktak, egy ilyen tinédzsereknek való lakás volt, egyébként egy nagyon szép kis utcában, a régi Berlin, ami a valamikori úgynevezett Nyugat-Berlin közepén lévő utca, és mondom neki, hogy itt van a zene. Mutasd, és akkor elkezdünk hallgatni, ugye. Hallgatja, láttam, hogy át van teljesen szerelem, és azt mondja, hogy te ez a Morricone tud valamit rólunk. Azt mondja, ez pontosan tudja, hogy mit csinál, hogy ez pontosan az, amit mi szerettünk volna. Nagyon szép lett. És a zene is el tudja mesélni, nem a történetet, hogyha hát becsukjuk ő nagyon bekalkulált minket, és érdekes, hogy Morricone például ezt senki nem gondolta. Ugye nagyon, ja, nem is mondtam, hogy megjött a Liza Gerard, aki annyira félt a mestert, és annyira volt meghat az egésztől, hogy elfelejtette levenni a téli kabátját, amiben érkezett a repülőt. Egész nap téli kabátban állt, így állt a mester előtt, ő meg így az arcába dirigált, de ilyen egy méterről körülbelül, de úgy félt tőle, hogy de megcsinálta, és akkor a végén kitalálta, és ezért mesélem az egészet, hogy a cimbalom, hogy milyen elképesztő hangszer. És beleszeretett. És akkor, mikor visszajönnek a táborra a film végén, és a vonaton ülnek és jönnek, ott egy cimbalom szól. Nagyon szépen használja egyébként. Most azt a nőt is szétszette, aki egy nő cimbalmozott, de azon úgy rajta feküdt a cimbalmon, és így az arcába dirikált, de olyan energiák, és olyan szép a film. Szóval próbált valami pici magyart, igazán nem, de egy pici magyar hangsúlyt adni a hangszerrel, semmi másra, de a hangszerrel, igen. Nagyon, nagyon szép volt. Úgyhogy hát velük ugye együtt lenni, ez a csoda volt, ide-oda. Ők sajnos nem találkoztak, de az Imre, amikor így mentünk mozikba, csak az ez is ide tartozik, hogy mindig az volt, hogy valahol vetítettük külföldön, nem tudom hányadszor már, és hányadszor lát, akkor mindig az Imre leült az első sorba így, és mondtuk, hogy Imre, de megyünk, tudod, mi megyünk közben vacsorázni. Ezt amikor van a vége van, akkor jövünk vissza beszélgetni a közös. És így nézett, hogy jó, és mondta le, és elindult a film. És azt láttam, hogy egyre jobban hajol így előre, soha ki nem lehetett hozni. Teljesen mindegy, hogy olaszul ment, vagy van, teljesen ki nem lehetett hozni, és azt mondta, te! Hát én még eddig azt se láttam, meg azt se, meg a minden felvitésre, vetítésen felfedezett ezer dolgot, hogy ezt ő még nem látta, hogy az is ott van, meg az is ott. Ezeket az ember, ami elhint, ezt mi hintjük el, ugye a rendezők, azokat a részleteket, azokat a pici dolgokat, amitől ez a film lesz, és mondjuk, hogy különleges fajta, azokat mi intjük oda, azt így kézzel, hogy egyszer csak meg, és ott van, csak nem veszik észre, más a figyelem tárgya éppen, akkor, amikor azt nézzük. De ő ezt aztán nagyon kifejezte, és olyan jó volt látni őt, ahogy azonosult minden vetítés. Minden. Akkor nézzünk meg még egy ilyen pici részletet, amiről a tanár úr is beszélt, ami azt gondolom, hogy maradandó lesz, és utána beszélgessünk róla még egy kicsit. Rozumiesz po polsku? Może paruski? Wie heißt du? 64921. Nie numer, twój name. Name. Kwesz Giorgio. Zrozumiałem. Co? Wi? Kwesz Giorgio. Kwesz Giorgio. Popatrz. Tak dobrze napisałem? Good? To teraz, to teraz twój numer. Jak to było? 64921. Station?
Unger. Gut. Itt már egy egészen más Köves Gyurit láthattunk. Konkrétan egy másik embert, egy másik gyermeket, ugye, hogy az identitását elveszíti, a sorsát elveszíti. Azt mondta tanár úr, hogy ez is egy nagyon fontos jelenet. Miért? Azért fontos, mert ez fontos, igen, és azért, hogy följött a kérdés. És azt mondta nekem az Imre, mert hogy ide bekerült egy katonai kórházba a végén. Már a halottak közül vették ki, nyilván emlékeztek a filmre. Emlékeznek a filmre, hogy amikor már viszik, az nincs itt az a részlet, amikor a kocsin megy. Az nincs itt most. Szóval akkor viszik a kocsin, és már halottak között van, és egyetlen egy dolgot vesz észre, azt, hogy ott visznek egy levest, mert ilyen is van, hogy a táborban még szeretni is lehetett valamit. És az a répaleves volt, amit ő nagyon szeretett. És ott viszik lent a nagyon messze tőle, de megérzi a szagát. És azt mondja, hogy répaleves, de már nincs, már nem is tud, ezt már nincs is, már nem az élők között van. Akkor került be, aztán most adták őket, és bekerült ebbe a kórházba. És azt mondta nekem az Imre, és ezért fontos, hogy ne kérdezd meg, hogy hogy kerültem oda, mert nem tudom. És az sok embernek így van a történet, hogy van egy pont a holokauszt történetben, amitől kezdve követhet, nem tudják. Nem tudja, hogy hogy került jobb helyzetbe. Annyi történt, hogy volt egy mozgalom a táboron belül, ezek lengyel politikai foglyok voltak. És azok szervezkedtek, és azok csinálták az egész mozgalmat. Az, aki fölemeli őt a fürdőbe, csak most nem volt rajta jelenet, felhúzza és kérdezi, hogy van-e hasmenés, és azt az ugye, hogy nincs, pedig van. Ezért maradhatott, mert az lett volna, rögtön viszik tovább. És ezért berakták rögtön abba a kórházba, bevitték a legjobb körülmények között. Na most itt arról szólt az jelent az előbb, hogy hogy lehet újra elfogadni a jót, ami egy elképesztő dolog. Egy ilyen kerek történelem, mert az elején még nemrég azt mondtuk, hogy a lineáritással mit fogsz csinálni, Lajos, amit kérdezte az Imre, hogy ez a lineáritásnak az egyik fokozat. Ott vagyunk csak az egyik pontján a lérendesnek. Hogy éppen ott tart a történet, hogy visszakerült, ki tudja miért, mi tudja hogyan, de egyszer csak ebbe a kórházba volt. Megmagyarázta módon, és először hallotta, hogy a láng ott van a kályhában, és meleg van. És enni adnak, és megkezdik a nevemet, de közben lehet enni és inni. Mellette alszik egy másik, az is magyar. Később kiderül, az egy sokkal idősebb ember, de az is onnan jött, körülbelül ugyanonnan jött Pestről. És szép lassan rendeződnek a dolog, és aztán odáig, és ez mindig egy kérdés, hogy meddig meséljük a történetünket. Hát itt az volt a gyönyörű az Imrénél, hogy visszajön, mert nagyon sokan nem jöttek, hanem visszajön, mert azt választja, és van egy nagyon fontos jelenet szintén, ami nincs itt, ahol a James Bondunk megjelenik, ugye a Daniel szerep. Daniel Craig játsza, ami teljesen váratlanul sikerült. Azt mondta, akkor még nem volt James Bond, pont alig voltunk előtte, hogy James Bond. És azt mondta, amikor felhívta őt a producerünk, azt mondta, hogy te két napra kell lennél hogy ide. Azt mondta, hogy jó. És ide jött két nap. Na most a legpozitívabb szerepet játsza a film. Ez is lehetett meggyőzni, hogy ez az amerikai katona az egyetlen, aki tulajdonképpen jövőt ajánl neki. Egy igazi, szép és pozitív féle jövőt, hogy menjen el tanulni Amerikában, hogy menjen el itt, hogy ne menjen haza. Na most magyar, ugye a magyar hazajön. Előbb-utóbb, de hazajön. És ez történik vele, hogy visszajön. Tehát látjuk így a befejezését is a történetnek, ami különös és nagyon szép, és nagyon jó volt csinálni, amikor visszamegy és keresi a citrommarcit, a citrombandit, aki ugye vigyázott, de nincs meg, egy gyönyörű jelent a Csomós Marival, ott, amikor nem tudják, mondják, hogy nem látták, tehát biztos, hogy nem jött vissza. És aztán így visszakerül a családhoz, a szomszédokhoz, mert a család nincs, a lakást elvették közben, és végül is a végén elindul át Budára, mert hogy az anyukája ott van, amit a filmen láttunk egy rövid jelenetben, hogy a mama nem akarja őt engedni sehova, de hát neki el kell menni, mert dolgoznia kell, hogy megéljenek, még akkor azt ígérik, hogy munkába mennek. És akkor a szomszédok, akik ugye egy öreg zsidóházas, akik ott együtt megúszták az egészet, gyakorlatilag végigcsinálták úgy, hogy
és ez egy nagyon fontos beszélgetés van a felelősségről, hogy kinek a felelőssége, ki az, aki belül maradt egy lakásban, és mégis úgy érzi, hogy ő átment azon a sorson, amihez köze nincs egyébként. Ez az Imrének nagy bírálata volt azokhoz, akik otthon maradtak, és hát így történt az életük. És egyáltalán kérdéseket tesz fel otthon, hogy hogy lesz ez majd, ami most, ami ott odaállt van, ami semmit nem tudunk, és valószínűleg teljes bizonytalanság felé megy, mert azt se pontosan tudja, hogy megvan-e a mamája. Azt mondják, hogy igen, de nem biztos, hogy akkor most hova is megyünk, mifelé megyünk, és akkor elkezd beszélni. Egy nagyon érzés, az írásának az egyik legszebb része. Elkezd beszélni arról a biztonságról, ami a táborban volt, mert ott volt egy valamiféle rend, meg biztonság, ami szerint éltek. És azt kezdi visszasen, ettől olyan elképesztő a vége, mert egy olyan csavar van ott a végén, lelki csavar, amit nem is tud az ember hinten hova tenni, aztán, hogy nagyon végig gondolja, ha akarja, akkor végig gondolja, és akkor ott vannak a válaszok is. Meg a boldogság, hogy miért nem kérdezik a boldogságról, ugye, és ez is az talán, ami miatt ön is, illetve Kertész Imre is azt mondta, hogy nem szeretnék, hogyha tényleg holokauszt filmként beszélnénk ugye a sorstalanságról, hiszen a gyermek sorsának elvesztéséről van szó, az ő identitásának az elvesztéséről, hogy tulajdonképpen tényleg belekerülünk a Köves Gyurinak a lelki világába, és egy egészen más ember lesz már a történet végére, és egészen megrendítő fordulat, amikor a végén tényleg azt mondja, hogy a boldogságról kéne mesélni, meg miért nem a boldogságról. Érte őket ilyen is. A napod a sütött ugyanis, ez nagyon furcsa dolog, ezért is csináltam is ilyen képet, benne van a film, hogy a nap süt, csak másképp. Oda süt, ugyanaz a nap, csak ők azonban belül vannak, a rácson belül, vagyis a dróton belül, és ott nem ugyanolyan a nap, nem ugyanolyan azok az összetevői, és nem ugyanolyan melegen süt, mint máshol, pedig ugyanaz a nap, de ott nem tud úgy sütni. De ott volt a nap, és ott voltak a bizonyos hajnalok, mert még volt a szépségnek a fogalma, amely szerint szép egy naplemente, az ott megvolt, csak nem ugyanaz. Soha nem lehetett ugyanaz. Az nem lehetett másképp át. Úgyhogy igen, ő mindig mondta, és amit én neked mondtam a filmmel kapcsolatban, most ez egy véletlen, hogy a Kertész Imrével találtuk ezt a mondatot pont ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy mindig azt mondta, hogy Lajos, érzelmes lehetsz, mert állapodjunk meg örökre, de szentimentális nem. És ez végig sikerült a filmben is megtartani, és neki az írásban megtartani, és azért olyan szép a vége is, mert őszintén néz magába. Ez csak egy történet, amivel ezzel a fiúval történt. Igen, ő véletlenül azt a poklot járta végig, ha van olyan egyáltalán, hogy pokol, mert ezt kérdezi meg az állam, és akkor az, hogy maga a poklokba, azt mondja, nem pontosan tudja, hogy milyen pokorról beszél, mert a pokorra nem emlékszik, egy táborra igen, de a pokorra azt nem hiszi, hogy látta. Igen. És ugye az, hogy mondta a tanár úr, hogy nem, nincs olyan melege a napnak ugye ebben most a táborban, hogy ezt mi éreztük is a képek, illetve a színvilág, a fények által. Ezt hogyan tudták elérni? Van egy színvesztés végig, ez volt az volt, hogy ha már valamit csinál az ember fényt, akkor megpróbál a színekkel operálni, hogy mi van a kezünkben többek között, ugye a szín lesz nagyon. És mondjuk, hogy csináljunk egy ilyen színdramaturgiát, hogy van a film elején egy nagyon pici melegség abban, hogy ott még az otthonhoz való ragaszkodásban, meg az odatartozásban, hogy még ott este az olyan, amikor még búcsúztatják a papát, ott még vannak színek, meg szépségek, meg még talán melegség is valamennyire, és akkor elkerül már a vonaton, amikor az első hóesésnél kezd a fehérre hasonlítani inkább, meg aztán a fekete-fehérre inkább, akkor megérkeznek a táborba, akkor a szelekcióra, amiről beszéltünk, ott már gyakorlatilag alig van szín, és attól kezdve a táborban csak fogy és fogy és fogy. Ez egy nagyon nagy munkával csináltuk meg. Ez egy londoni cégnél volt az utómunka, ahol elfogyasztottuk. Annyira nem csak azt akartuk, hogy elvenni a színeket, és ott elmenni egészen a fekete-fehérig, ami a jellemző. Egyébként is az volt mindig a fejemben, hogy mi a képlet mindenki fejébe, aki valahol a holokausztról hallott, vagy olvasott, minden image fekete-fehér. Minden, ami emlékünk van erről, az fekete-fehér. Senkinek nincs színes emléke a holokausztról. És ez így igaz. És akkor azt kell szolgálni, akkor abba kell utazni, mert nem lehet másba, hogy nekem is fekete-fehér a képzetem róla, és azt kell sugallni, mert akkor annak van igazsága. És ezt próbáltam végigcsinálni. És akkor a végére, mikor hazajön, mert a hazajövet az önmagában egy csoda, az eufória,
hogy haza jöhet jönni, és újra lehet látni magyar szót a falon, és újra lehet hallani magyar beszédet, és akkor szép lassan visszaszínesedik a film, de soha annyira nem, mint az eleje fajta melegség volt, olyan soha többet nem lehet a végén. Ez ugyanolyan, mint a napsütés. Pontosan, hogy az a nap úgy soha többet nem tud már sütni. Ugye nagyon sokan szokták kérdezni tanár úrtól, hogy operatőrből milyen érzés volt ugye rendező válni tulajdonképpen, vagy először a rendezői székbe kerülni, de aki ismeri önt és a pályáját, munkásságát, az pontosan tudja, hogy amikor operatőrként dolgozott, vagy dolgozik egy filmben, akkor is ugyanúgy, azért vannak összekacsintások a színészekkel, instruálás, hogy van egyfajta szövetség, amit ki szokott alakítani a színészek között, egy bizalmi kapcsolat, akár hogyha Klaus Maria Brandau erre gondolunk, amikor mindig önre nézett először, hogy jó volt-e az a jelenet, vagy meg kell-e ismételni. És, tehát, hogy összességében gondolkodott mindig a filmről, nem csak operatőrként szeretett volna kiváló munkát végezni, vagy nem csak azt szerette volna, hogyha a filmre azt mondják, hogy gyönyörűen van fényképezve, hanem úgy összességében legyen az egy kiváló produktum, egy kiváló alkotás, és most, hogy rendezőként készítette el ugye a Sorstalanságot, így biztos vagyok benne, hogy az operatőri munkálatokban is részt vett, és nagyon komolyan ellenőrizte, meg nagyon komoly tanácsokkal látta el Pados Gyulát, a film operatőrét. A Pados Gyulában meg kellett állapodnunk, ugye az elején sikerült, hogy én nem tudok csak vizuálisan gondolkodni filmről, tehát kép nélkül nem megy, tehát minden képet megcsináltam. És ezt ösztön elfogadta, hogy minden beállítást én csináltam, hogy van a kamera mozgást is, és aztán mentem a színészeket, és akkor ő átvette és csinálta a fényeit, mert az az övé volt, és nagyszerűen csinálta. De mondta is, mert aztán utána csináltunk egy amerikai filmet is így együtt, és ott is mondta, hogy oda sem megyek addig, amíg te elmondod, hogy te megvagy. Mert ugye én a színészekkel együtt próbáltam Amerikában például, itt is, de a színész Amerikában nagyon, hogy elfogadták tőlem, sőt mondjuk a Vanessa Redgrave elég nagy név, ha említem, hogy a Vanessa Redgrave ott maradt velünk, amikor dolgoztunk, világított, nem akart kimenni, és azt mondta, hogy Lajos, én olyan jól érzem magam itt veletek, de hát rád fog esni valami lámpa, vagy azért nem, én hallgatlak titeket, néha elalszom, néha hallom, hogy beszéltek, és ez nekem az a annyira jól esik ez, amit hallok, és hadd maradjak itt. És akkor közben megcsináltam vele, ő pontosan tudta, hogy azért csinálom én vele a próbát, pontosan azt, hogy milyen közel megyünk, mekkora kivágás van róla, hogy ezt úgy hagyta nekem, ahogy hagyta, ez egy másik példa már, de nagyon ide tartozik, hogy a gyereknek gyakorlatilag én nekem le kellett diktálnom azt, hogy mi az, hogy fázni, mi az, hogy éhes vagy, mi az, hogy hideg, mi az, hogy a fájdalom. Soha az életében nem volt dolga egyikkel sem. Soha nem történt meg, mert mondták is a szülő, hogy vigyázzunk, mert rettenetesen fél azoktól, ami le van írva, hogy őnek vele nem történt ilyen. Úgyhogy azt csináltam, hogy például van egy jelenet, ami nagyon kiugró jelenet, hogy egy német katona eszik, méghozzá ilyen káposztás van, hogy nyomja be magába, elképesztő nézni is, és ott ülsz ember, és próbál vele együtt jól lakni, úgy, hogy neki nincs semmi a szájában. És azt le kellett diktálnom közben neki állandóan, hogy hol van az a falat a szájában most éppen, ami nincs benne, de úgy érzi, mintha ott lenne, és most az lejjebb megy, és most nyelni fog, mintha lenyelte volna, pedig nincs ott semmi. Ezt állandóan mondanom kell. És hát most azért mondom a példát, mert már rákérdeztél, hogy ezt a Vanessa Redgrave-vel meg tudtam csinálni, és elfogad. Annyira szerette a Sorstalanságot egyébként, és annyit kérdezett róla tőlem az első találkozásunkkor, hogy a végén ő egy ágyba fekvő nő, aki búcsúzik, aki megy el az életből. És már nincs neki semmi, csak ami maradt, ha volt valami jó, akkor ezt így begyűjtötte maga köré az ágyába, és néha emlékszik bizonyos dolgokra, ami szép volt az életében, de csak arra próbál, és körülbelül ide-oda csúszik már az időben, mert már nem sok van hátra. És azt az állapotot, az ide-oda csúszást, hogy itt vagyok éppen, de mindjárt ott, de visszamegyek 50 évet magamban, ezeket diktál. Hajlandó volt, úgy beszéltem hozzá, mint a Sorstalanságban a gyerekhez. Hajlandó volt, és nem azt mondta, hogy na, Lajos, most befejeztük, menj a fenébe. Én azért egy elég nagy színésznő vagyok, hogy el tudom játszani ezt 50 féleképpen, de most csinálom, mert ezt kérett tőlem, és aztán. Ez fontos. Ez csak annyira örülök, hogy eszembe jutottad, mert ez annyi az Este című filmnél volt, ami elképesztő, hogy elfogadta azt, hogy én mondok, hogy mit mondok neki, és hogy így mondom, ugyanúgy. És ráadásul elmeséltem neki, az első találkozásunk egy londoni hotelben volt, ahol elmondtam neki, mert az előző este látta a Sorstalanságot. Millió kérdése volt.
Hát igen, azért van ez, amit te kérdeztél, az azért van, mert 40 évig, most már 40 éve a Szabóval együtt, ugye, és ragaszkodott, és mindig így volt, hogy én csak is kizárólag én ülhettem a kamera mögött. Tehát mindig én rajtam keresztül, és mindig tőlem kérdezte ő is, hogy megszületette, hogy megvan-e a pillanat, amiért csináljuk a filmet. Átrepülte az angyal. Igen, ez nagyon szép mondat, ezt sokszor nyilatkoztam, hogy mindig azt kérdezte tőlem, hogy láttad-e az angyalt átrepülni. És azt mondtam, hogy nem láttam még, akkor csináltuk még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer, amíg az angyal meg nem jött. És ez szó szerint így, úgyhogy én rengeteget barátkoztam az emberi arccal, a színész arcával, és azért akkora tapasztalatom van, hogy a kevés embernek van olyan, mert mindig rajt tőlem kérdezte mindenki, a Brander is, ahogy mondod, mindig, hogy mi van, milyen volt. Mindig az az első, hogy ahogy vége volt, hogy milyen, hogy mondjál valami. És akkor csak mondtam, csak így filmem, hogy ne lássa a Szabó, intettem, hogy nem volt még olyan, és akkor újra, akkor kért ő egy új felvételt természetesen. Úgyhogy így van. Hát itt is végig átrepült az angyal a sorstalanság összes jelenetében, és nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hogy itt volt Koltai Lajos tanár úr, a nemzetművészek, Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr, rendező, innen a Kertész Imre Intézetből jelentkeztünk. Egy nagy tapsot szeretnék kérni Koltai Lajosnak. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket azoknak is, akik az online térben követtek bennünket élőben. Ne felejtsék el követni a Kertész Imre Intézet Facebook, illetve Instagram oldalait, és ott vagyunk a YouTube csatornán is. Hamarosan újra jelentkezünk egy következő rendezvénnyel kapcsolatban. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!